Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és hát továbbra is az van, ami az előző részben volt, ugye hát ami a nagy csatornámon volt, hogy a falut eléggé csúnyán megtámadta Entity, és körbevett egy nagyon nagy TNT gömbbel, és fenyeget minket konkrétan, és valahogy ezt kell nekünk megakadályozni, és megmenteni a falut, amit fogalmas nincs, hogy hogy fogok csinálni, szóval nem tudom, hol van Entity? Meg kell keresni, na várjatok, hova tűnt, mert az előbb még itt repkedett, egyáltalán nem látom. Hol vagy? Haló? Ott van. Gyere ide! Gyere ide azonnal! Mit csinálsz? Ne gyújtogass el őket, hagyd békén őket, figyelj! Mit akarsz? Mit akarsz? Mit csináljak ahhoz, hogy békén hagyd a falusiakat? Nem hiszem, hogy komolyan ezért vagy képes vagy több falut is kiírtani, csak mert hogy engem itt izé, mostantól a szolgám leszel, érted? Ó, Istenem, srácok! És komolyan mit csináljak? Legyek a szolgája a sok falusi miatt? Ó, Isten... Ne ütöges! Aj, nem hiszem el, nem tudom. Adj egy kis gondolkodási időt, jó? Egy perc és jövök. Ó, Istenem, srácok, léci, elsősorban dobjatok egy lájkot a videóra, köszi. Kettő, mit csináljak? Mit csináljak? Nem már, meg fogja ölni a falusiakat. Aj, muszáj valahogy időt nyernem, hogy valamit kitaláljunk, szóval... jó van. Haj, siessél, mielőtt véletlenül megégnek a falusiak. Jó van, tessék, leszek a csicskát, tessék, na, mondjad, mit akarsz. Mit szeretnél, mit csináljak? Várj, elszaladok először a kajámért, mert az aztán már kisült, valahol itt volt. Ha, nagyon vicces, tényleg jó, hát valamennyi kisült. Több, mint a semmi. Mit akarsz, mit csináljak, mit szeretnél? Haj, de utálom ilyenkor, srácok, amikor izé, ezt a pillanatot vártam már ezer éve, hát... Jó sokáig várhattad, már nem azért, és csak így tudsz járni, hogy engem megfenyegeztem, mindegy. Na szóval mondjad, mit akarsz, mit csináljak? Aj, de utálom ezt, aj, de utálom ezt, amikor így... Aj, na mindegy. Szolga, először is, Istenem, hogy szolgának hív. Hát ez nagyon jó, hát ez baromi jó, tényleg. 30 googolás. Istenem, most ez komoly, most ezt fogjuk játszani? Hú, de uram, atyám, de utállak. 20. Ja, 20, oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nesze! Hú, de utálom ezt! Hú, de utálom ezt! Csak egy másodpercet ne figyelj, és hú, de hátba foglak támadni. Nagyon utálom ezt, srácok, amikor ilyen izék. Most 30 ugrás. Ó, Istenem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, tessék. Na, megfelel? Nagyon remélem, hogy nem tudsz számolni. Jó van, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nesze, még 21 is volt. Ó, Istenem. De utálom ezt, ügyes szolga. Hú, de megölném. Ó, Istenem. Aj. Na, igen. Következő lépésnek mit szeretnél? Na most kövess, jaj. Jaj, de utálom, mit akarsz? Mit akarsz? Aha. Tehát most azt várod el, hogy én ezt vetőmagozzam be az egészet? Aha. Szóval ezt várod el tőlem, értem. Húha. Egy kicsikét furcsa. Nem tudom, hogy mi van a faluval, de egy kicsikét. Ja, ezt szerintem ez a nap miatt van. Ja, aras. Aha. Ezt szerintem a nap miatt van, srácok, már nem süt rá nap, gondolom, vagy nem tudom. Tessék, learatom a... Mennyire király már együttésbe az egész lemegy. Ez milyen menő már. Tessék, learatom, amit elvetsz azt és mindent learatok. Na, de nem adom oda, ezt megtartom. Sorry, ez már az enyém. Szóval a magokat megkapod, nesze. Na, mi, úristen! Hagyjál már békén! Ne izéljél! Tessék, itt van 6 búza, eskü ennyi volt. A maradék krumplit ellopjuk. Na, mondjad, mit akarsz? Mit akarsz még? Mi legyen? Nagyon kezdem mondani, hogy te itt izélsz engem. Nem lehet, hogy inkább eltűnsz és elfelejtem most kivételesen ezt az egészet? És nem lesz bántudásod? Hívd ki a falusiakat, dolgozzanak ők is. Aj, Istenem, srácok. Aj, hogyan hívjam ki őket? Biztosan nem fogom őket kihívni. De... És elkezd engem ütögetni. Nem fogom tudni őket kihívni, nem akarom őket a te szolgáidra tenni. Úgy volt, hogy csak nekem kell izélni. Nekem kell itt engedelmeskedni, nem a falusiaknak. Ó, Istenem. Aj. Ne. Mit csináljak? Mit csináljak? Nem tudom, hogy mit csináljak, srácok. Adjatok tippeket, léci. Fogalma sincsen. Nem érdekelt se áll, amit mondok különben. Jó van, nesze. Menjél dolgozni, léci. Jaj, de jó. Sziasztok, menjetek dolgozni, léci. Köszi. Milyen örülsök, majd mindannyian rám néznek. Sziasztok. Entity mondja, hogy dolgozzatok. Köszi.
Ó, Istenem, nem értem, hogy miért nem te mondod meg neki, és miért nekem kell itt izélni. Továbbadni mindent. Sziasztok, dolgozzatok, léci, köszi. Ó, Istenem, de utállak. Hol vannak még valósiak? Nesze, sziasztok, dolgozzatok, léci, blablabla, bla, sziasztok. Ó, Istenem. Hol vannak még? Ennyi volt, megmondtam mindnek szerintem. Na, tessék, büszke vagy magadra? Ne utálj különben. Mi az, hogy ne utálj? Hogy ne utáljalak? Ezt nem én döntöm el. Ne fenyegess engem azzal a gyufával vagy öngyújtóval, mert bajok lesznek. Na. Szóval. Mit szeretnél még? Mondjad! Hú, de emberek. De emberek, nagyon meg fogom ezt bosszulni. Örök szolgán vagy mától. Rendben, amúgy nem azért mondom, de valamelyik falusi azt mondta, hogy hív téged ott. Ott valahol. Arra, menj oda. Esküszöm, tényleg, arra fele. Valamit muszáj ezt beszélnem a falusiakkal, mert semmi azért. Biztos, hát jó, igen, mondta, hogy hosszú idő lesz. Keresd meg nyugodtan, nem tudom melyik házban van. Mindjárt visszatérek, jó. Srácok, könyörgöm valamit, mondjatok, hogyan állítsuk meg, fogalma sincsen. Aj, kiégek, halljátok, hogy ez. És én furra azt hittem, hogy simán meg tudom védeni, de körbevette az egészet izével, TNT-vel. Csak egy darab redstone-t kell lerakni, és az egészet fel tudja robbantani. Kiégek ezen, nincs bármi ötletek? Pszt, oké, igen. Jó, rendben, csöndesebb leszek, de amúgy elment, nyugi, arrébb csaltam. Van egy tippem? Na. Hallgatom, ojaj, azt hittem, hogy a entity jött. Na, de csak kulcsszavakat használok. Jó, oké, rendben van. Nem tudom, hogy nem bízol bennem, vagy bármi, de hát mindegy, jó. Nekem így is jó, mert félek tőle nagyon. Jó, rendben van. Na, mondjad, mit csináljak. Bármi is, az megpróbálom megtenni, mert hát meg akarok szólni. Remélem, meg tudod ölni. Hát, remélem, ja, valamit ki kéne rá találni. Bármi, na, kíváncsi vagyok arra az ötletre, léci. Nagyon örülnék neki, hogyha beadnátok. Mindig csak a vörös gyapjút keresd. Aha, szóval kell keresni egy vörös gyapjút. Rendben, köszi. Ennyi, szia. Jó. Oké, srácok, akkor kell keresnem egy vörös gyapjút. Hol fogom megtalálni ezt a vörös gyapjút? Valamelyik házba? A házakat már végignéztem. Vagy valamelyik ház mögött, vagy valahol itt a szélén meg kéne keresnem. Ez így nagyon-nagyon nehéz lesz. A házakban tudja, hogy nem lehet, mert ugye hát azokat már végigjártam. Én csak arra tudok tippelni, hogy valahol itt a falu közelébe, vagy így a kertbe, vagy a szélén. Talán ott, itt lent valami talán. Nem nagyon. Arra, aha. Dolgozz, várta, azt mondtam, félek. Jajaj. Közben nagyon izélget. Itt egy vörös gyapjú. Nézzük meg, hogy... Aha, itt egy chest, nem látom sehol, oké. Jó, találtunk bedrockot, na várjatok, ezt el kéne valahogy rejteni, hogy ne vegye észre. Nem tudom, hogy már keres-e engem, de nem úgy tűnik. Ide a ház mögé megpróbálom izélni. Megpróbálom megépíteni és elrejteni. Jaj, de nagyon remélem, hogy nem fog engem addig észrevenni. Nagyon-nagyon jó lenne, jó, szép, nagyot, hogy azért biztonságosan el tudjuk ide őt majd szépen helyezni, és gyors megpróbáljuk felépíteni, mert jó lenne azért mégiscsak minél gyorsabban. Merre vagy, Dani? Jajaj! Na várjatok, ajaj, jó, oké, elteszem a izét, aztán oda megyek. Hello, itt vagyok, közben dolgoztam, meg a falusiakat izéltem, hogy dolgozzanak, meg ilyenek. Nagyon-nagyon mondogattam nekik, meg hogy, meg képzeld, kitaláltam, hogy csináljanak neked egy szobrot, mit szólnál hozzá? Egy aranyból vagy gyémántból szobrot neked. Milyen menő lenne már, nem? Éppen azt mondtam nekik, hogy ja, ezt meg lehetne csinálni, meg ilyenek, aztán mondták, hogy nem, de tehát megizéltem mindet, megfenyegettem mindet. Ó, ez pompásan hangzik, így van, csak van egy valaki, akinek nem nagyon tetszik, és ő kijutott, képzeld el, a TNT-n kívülre. Arrafele ment, arrafele szaladt egy falusa, és azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon nem tetszene. Arrafele nézd, ott kiment, és ja, és szerintem el kéne kapnod, vagy valami, jó? Na, igen, arra, igen. De siessél, mert lehet, hogy már el fog menekülni, és a végén még elveszted. Jó, oké. Megy el. Jó, oké, menjünk vissza dolgozni szerintem. Elmegy? Nagyon remélem, hogy elmegy, jó. Oké, gyerünk srácok, addig folytassuk szépen a börtönünket. Jó, már nem látom, szerintem elment, nagyon jó. Oké, gyors, be kéne fejezni srácok, mire visszajön, mert szerintem hamar rá fog jönni, lehet, hogy... Hát vagy rájön, hogy hazudtam, vagy szimplán azt mondja, hogy elveszett és nem találja, vagy valami. Jó, oké, és királyság, na! Jó, így ez szépen itt lesz. Be is fejeztem a börtönt, szóval szerintem nem tudom, hogy mikor fog visszatérni, de... Megpróbálom, mondjuk... jó, van egy ötletem, hogy fogom becsalni.
Ide megyek szépen direkt, hogy várjam. Aha, jön is vissza. Jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Jó napot uram! Képzelje, képzelje, mint hűszolgája köteles vagyok jelenteni. A illető visszajött a faluba és beszökött oda. Nézze, jöjjön, oda ment be és ott azt mondta, hogy ott önt meg fogja ölni. Szóval én a helyében nagyon-nagyon vigyáznék. Ott van bent és ott várja, szerintem biztos, hogy be akar menni? Na jöjjön csak ide. Jövök, biztos, hogy be akar menni, mert eléggé ijesztő. Nagyon durván fel van szerelkezve és azt mondta, hogy simán megöli magát. Szóval nem tudom. Nem tudom, hogy biztos ebbe, hogy be akar menni, vagy engem senki nem pusztít el. Jó rendben, hát én csak szóltam, hogy esetleg vigyáznia kéne, vagy bármi, de mindegy, ott van bent. Ott van bent, vigyázzon, mert valószínűleg lesbe fog támadni. Lesből fog valószínűleg támadni. Jaj, Istenem, de nagyon béna vagy, hallod. Jaj, Istenem, na jó, gyors izéig be. Gyors izéig be, jó. Ó, Istenem, srácok. Jaj, itt nincs is. Jaj, Istenem, nagyon, hogy bevette, srácok. Jaj, de jó. Hát mi van? Na mi az, elhitted? Amint kijutok, hát elég nehéz lesz. Eléggé durván körbefettem, szóval sok sikert hozzá. Ezt én nagyon meg fogod bánni, hát sajnálom, ezt igazából te bántad meg, szóval sok sikert. Csá, jó életet meg mindent. Áhaha. Na srácok, meg tudtuk izélni, meg tudtuk állítani. Hát a TNT-ket majd eléggé sok idő lesz nekünk innen elszedni. De majd megpróbáljuk a falusiakkal megoldani. Szóval srácok, nagyon szépek, köszönöm, hogy itt voltok velem ebben a videóban. Azért egy idő alatt azért csak el tudtuk intézni Entity-t. Nem volt túl nagy izé. Parancsolom, hogy engedj ki, hát sajnálom, de nem. Szóval, ja, nem volt túl nagy falat, de hát megint el tudtok intézni. Szóval, srácok, találkozunk legközelebb, és még egyszer köszépen, hogy itt voltatok, és sziasztok!